Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Egy asszony megszökik. Írta Forró pál a mű elektronikus változatára a nevezd meg, így a tovább 4.0 nemzetközi kreatív commons licens feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-93-4 online. MK 1559. Első fejezet. Tud ez a cudar élet szép is lenni. Például kútházán még sohasem volt olyan gyönyörűséges izgalommal fűtött reggel, mint mikor kiderült, hogy az éjszaka Szűcs Balázsné megszökött Adamát Péterrel. Micsoda kiadós, finom plegyka volt ez kárpótolt a gyenge termésért, a tyúk koleráért, az adóbehajtásokkal kapcsolatos szenvedésekért. Csű, de mekkorára nyílt ki a szája például Guba Andrásnénak, akit alig két napja vert meg a férje, mert bizonyos titokzatos kertajai találkozókkal gyanúsította zsongott, suttogott, sápítozott és röhögött a kis vidéki város, nevettek a szegény Szűcs Balázson, aki 50 éves korában 18 esztendős lányt vett feleségül. Hát persze, hogy ez lett a vége. Az asszony belebolondult az első szép férfibe, aki a szeme elé került. Most azután szegény. Szűcs átkozódhat a 28 szobás kastélyban, és még a haját sem tépheti, mert kopasz szegény és óráról órára nőtt a botrány, szaporodtak a szenzációk. Mindent betetőzött például a szintársulat páni menekülése. Nem csoda, szűcs úrvérevekkel és vállára akasztott vadászfegyverével kereste majszai színigazgatót, mert amint mondta, az igazgató felelős színészeinek ért. Még szerencse, hogy kilényi szolgabíró csendőrvédelmet nyújtott a szerencsétlen színigazgatónak, aki nem csak hőszerelmesét veszítette el, hanem még jól menő állomását is ott kellett hagynia. Taxoni Géza a kaszinóban azt hangoztatta, hogy szülcs maga volt az oka mindennek. Éhes embert nem vezetnek hentes kirakat elé. Mondta bölcsen. Miért engedte az asszonyt minden áldott este színházba menni? Én bizony egyetlen egyszer sem vittem az én boriskámat oda, pedig bőgött eleget. De meg is van? Tette hozzá önérzetesen, és nem törődött azzal, hogy az urak gúnyosan összevigyorognak. Egy ilyen gyönyörűséges, finom teremtés. Sóhajtotta Mihály Gyurka, a segédjegyző, aki nyilván árulásnak találta, hogy a szép szűcsné nem helybeli férfinél keresett vigasztalást pedig ő is eleget udvarolt neki. Előre látható volt ez. Legyintett Borbás Gergely. Megmondtam én Balázsnak előre, hogy vénfejjel ne vegyen süldő lányt feleségül. De nem lehetett vele bírni. Hetvenkedett, hogy ő még ilyen, meg olyan fiatal. Most azután eheti, amit főzött. Azt mondják, hogy az asszony színi növendék volt. Most legalább visszakerült abba a világba, amelyből elindult. Vélte tárnok Laci. Azért még sem hittem, hogy ez lesz a vége. Csóvált a fejét révész patikus. Három évig mégis csak szépen, nyugodtan éltek egymás mellett. Látszat volt az. Szólt közbeborbás. Soha sem volt az asszony olyan csendes és szelíd, mint amilyennek mutatta magát. Tudjátok, ő rá is illett a mondás, csendes vízpartot mos. No, de mégis mormogta révész, hogyan hagyhatta el két éves leánykáját. Ezt a földre szállt kis szőke angyalt. Ha egy asszony megbolondul, adta le véleményét borbás, akkor annak számára nincsen semisten, sem féri, sem gyermek, csak megy vakon és süketen. Szegény Balás. Sóhajtotta tárnok nagyon fog szenvedni. Imádta a feleségét. Nem is tudom, hogy mihez fog kezdeni. Az idő mindent meggyógyít. Jegyezte meg Borbás, aki ezen a délután úgy szerepelt, mint a városbölcse. Az urak bólogattak és révész még hozzátette. De azért nem bánnám, ha már itt látnám újra a kaszinóban kártyázni. Második fejezet Borbás úrnak igaza volt. Az idő olyan, mint egy óriási vasseprő, amely mindent eltakarít. Fájdalmat, örömet, megfakítja a legrikítóbb színeket, nyomtalanul eltemeti a legnagyobb szenzációkat. Tizennyolc esztendő múlt el és kútháza már régen visszazuhant álmos és eseménytelen életébe. A sors csak ritkán olyan kegyes, hogy a szűcsné szökéséhez hasonló szenzációkkal édesítse meg a keserű hétköznapokat. Az első napokban Szűcs Balázs valóban attól félt, hogy megbolondul. Dühöngve járt fel és alá a szobájában, nem mert az utcán mutatkozni, mert azt hitte, hogy mindenki újjal fog rámutatni és szemébe röhögnek átkozódott, esztelen haragjában még évikét, a kislányukat is gyűlölte és tombolva ordítozta, hogy a tulajdon két kezével folytja meg feleségét, az átkozott bestiát, ha valaha szeme elé kerül. Máskor viszont úgy elérzékenyült, mint egy gyermek. Sírva fakadt és szokogva szorította magához évikét. Mi lesz veled, édes kislányom? Jaj, hogyan nevellek fel anya nélkül? azután mégsem omlott össze a világ, nem szakadt le az ég, hanem egy napon beállított révész patikus, és azt mondta. Ugyan, balás ne emészed már magadat egy méltatlan asszony miatt. Légy férfi! Mutasd meg, hogy csak azért sem hagyod magad eltiporni. A fiúk már alig várják, hogy betold az orrodat a kaszinóba. Nincs azóta egyetlen rendes parti sem. Így eszmélt fel lassan Szűcs nagy aléltságából és a kaszinóban lefolytatott első komoly kártya csata teljesen visszaadta önérzetét és régi erejét. Már évike sorsa sem nyugtalanította. Elhozatta Budapestről özvegynővérét, Krisztinát, aki vállalta évike neveltetését. 15 évvel később Szűcs Balást megütötte a guta veszedelmesen elhízott, mértéktelenül evetivott, és egy forró nyári napon a tizedik krigli sör után szó nélkül lefordult a székről és meghalt. Évit sürgönyileg hívták haza Svájcból, ahová a sikeresen letett érettségi után vakációzni ment egy barátnőjével. Gyönyörű lány volt Évi. Olyan sugárzóan szép, hogy már ott, az apja koporsója mellett elkezdték szapulni a kútházi hölgyek, akik ilyen beszedelmes konkurenciát nem tudtak elviselni. Évi túlságosan elegáns volt még gyászruhájában is és könnyei mögül is kiragyogott diadalmas fiatalsága. Alakja olyan volt, mintha a legújabb amerikai film királynői róla mintázták volna testük vonalait. Na, ez is olyan lesz, mint az anyja volt jegyezte meg epésen kilényiné. Én bizony összetörném a klárim derekát, ha ilyen kipingált, hegyke teremtés lenne. Remélem, nem marad itt kútházán, mondta révészné. Mert én nem engedem, hogy boriskával barátkozzon. Kérlek, egy ilyen lány egyedül engedték Svájcba, meg Párizsban is volt. Képzelheted, mit tanulhatnak ettől a lányok? A mamák, amint ebből a két röpke megjegyzésből is látható, ösztönösen megérezték a veszedelmet, amelyet lányaik számára egy ilyen nagyszerű teremtés váratlan felbukkanása jelentett. Hiszen Évi eddig jó formán sohasem volt kútházán. Iskoláit Pesten végezte és nyáron mindig utazott Krisztina néni társaságában. Erről a Krisztina néniről is megvolt a kútháziak véleménye. Amikor kútházára jött, őszülő, fekete haja volt. Most bronzvörösre volt festve, legújabb párizsi kalapot hordott és kis estéi, meg nagy estéi ruhák voltak a ruhatárában. Persze, Pesten mulatókba, meg öt órai teákra járt Évivel. Képzelhetitek, milyen boszorkány lehet ez a lány, ha még az öreg nagynényét is így megrontotta. Nem, Évi kisasszony valóban nem való a kútházi lányok közé. A hímnemű fiatalságnak természetesen egészen más véleménye volt Évikéről. Testületileg és kivétel nélkül szerelmesek voltak belé. És csodálatos, a fiús mamák sem haragudtak évire. Egyáltalában nem botránkoztak meg az erkölcsein. Ellenkezőleg tüntető kedvességgel keresték az Évikével való találkozást. Istenem, a 2000 holdas szűcs még mindig csonkítatlan egészben ontotta dúska lászait. De Évike különös lány volt. Átkozottul túl gőgös, mint a kútháziak mondották. Mert éppen olyan kevéssé törődött a lányos mamák ellenszemvével, mint a fiús mamák imádatával. Lovagló nadrágot húzott, és most már igazán tökéletesen olyan volt, mint egy amerikai görl. Lóháton járta be a birtokát reggeltől estig és hamarosan kiderült, hogy sokkal nagyobb rendet tud tartani a hivatalnokok és cselédség között, mint néhai szűcs boldizsár. Egyetlen pajtása volt, Székely Gyurka, aki nem régen került haza a gazdasági akadémiáról és az apja 500 holdján gazdálkodott. Ő volt évi gazdasági szakértője. Gyurka már kölyök kora óta a falusi életben nevelődött, kitűnően értette a földművelés, meg az állattenyésztés minden apró trükkjét. Boldogan vállalta hátévi oldalán a tanácsadó szerepét, annál is inkább, mert fülig és halálosan szerelmes volt Évibe. Sajnos, e téren azonban egy lépést sem tudott előre haladni. Évi egyszerűen úgy viselkedett, mintha nem is lett volna lány, hanem a lovagló nadrág felhúzásával egy egyidejűleg valóban fiúvá változott volna. A legaranyosabb pajtás volt. Tegeződött gyurkával, az egymás cigarettáit szívták, sőt, titokban nagyokat ittak az erdei tisztáson, ahol gyakran kint maradtak ebédidőre, és mi alatt gyurka a nyárson forgatta a pecsenyét, Évi szépen felterítette az összecsukható kis asztalt. Írjuk meg egészen őszintén, még csókolóztak is. De ezeknek a csókoknak, legalábbis azoknak, amelyeket Évike adott, nem volt semmi lendületük. Hiányzott belőlük a meggyőződés, a szenvedély, minek kerteljünk, mondjuk ki őszintén, a vágy és felgyulladás. Gyurka néha megpróbálkozott némi szenvedélykitöréssel, de ilyenkor Évi mérgesen arcol legyintette, ellökte magától és azt mondta. Megőrültél, ettől gyurka kiózanodott s csüggetten mondotta. Te nem vagy lány, Évi. Nincs véred. Évi nevetett. De valójában egyáltalában nem volt olyan vidám, mint amilyennek mutatta. Ellenkezőleg néha maga is ilyetten kérdezte, van-e neki csak ugyan szíve. Csodálatos, még sohasem volt szerelmes. Pedig már minden lánypajtásának volt flörtje, sokan már férjhez is mentek. De az ő szíve nem mozdult. Pedig különösen utazásai során rengeteg változatban bukkantak fel körülötte a különböző férfiak. Voltak közöttük olyan kiváló példányok, akiknek megpillantására elsápadtak irítségtől a barátnők, és azt mondták: Boldog Évi! A legjobb férfiakat bűvöli el. Évi azonban egyik mellett sem tartott ki. Furcsa és megmagyarázhatatlan ellenszem váltotta fel nála hamarosan az esetleg bimbózni kezdő érdeklődést. Évi nem akarta magyarázgatni ezt a különös gátlást. Tudta, hogy egy gyermekkori kínos élmény emléke nehezedik rá. Félelem a férfiaktól, a szerelemtől, amely egyszer olyan nagy bajt zúdított családjára, pedig vágyódott a szerelemre. Néha nem tudott aludni, és ilyenkor majdnem kétségbe esetten gondolt arra, mi lesz vele? Valami csodát remélt. Szeretett volna elutazni, de nyáron erre gondolni sem lehetett. Majd télen! Biztatta magát! Elmegy valamelyik előkelő téli üdülőhelyre, és majd ott váratlanul megtalálja az igazit két télen át valóban felbukkant kicbőjűel, szemmering, szemmoric hómezőin és napbarnítottan, pompásan kisportolva került haza, de flörtjei megint csak egyoldalú eredménnyel végződtek, őt szerették, de ő hideg maradt. Így múlt el három esztendő. Évi 21. évébe lépett, bár a kútháziak azt állították, hogy már 24 lehet nagyon szerettek volna megszabadulni tőle, és kárörvendve mondták, vén leány marad ez. Persze, azért válogat, mert egy férfi kevés néki érzi, hogy egyikhez sem tudna hű maradni. Holott ennek éppen az ellenkezője történt. Egy napon évi azt a meglepő felfedezést tette, hogy Gyurit másképpen kezdi rokon találni, mint eddig igen, kint történt az erdőben, ahová a júniusi, rekkenő napsütés elől menekültek. Évi fagylaltot hozott termosz üvegben és arra tokai bort öntöttek. Csak a jó Isten tudja, hogyan muzsikálnak fel az emberben egyszerre csak furcsa hangulatok, hogyan virágoznak kiváratlanul váratlanul esztendőkig eltemetett érzések hiszen most sem történt semmi különös, csak éppen évi, miközben egy szelet piskótát mártott a fagylaltba, azt mondta Gyurinak. Te igazán nagyon kedves pofa vagy. Mondott ő máskor is hasonló nyájasságokat Gyurinak, de úgy látszik, ezúttal a hangsúlyban lehetett a szokatlan varázs, mert Gyuri elpirult és szívdobogást kapott tőle. Egyszerre megérezte, hogy ez vallomás és a szeme felragyogott. Szeretsz, Kérdezte boldogan. Évi nevetett. Magam sem tudom. De ha ez a szerelem, akkor nagyon meg vagyok lepve. Miért? Mert én mindig azt hittem, hogy a szerelem valami nagy, vörös viharzás. Nem ilyen nyájas beszélgetés, mint amilyent mi folytatunk. És mond, rá tudod magad szánni végre, hogy a feleségem legyél. Évi elgondolkozva tette le a fagylaltos tányért. Még nem. De már kezdem megszokni a gondolatot. Gyuri csak a legutóbbi magyar-német labdarúgó mérkőzésen kiáltott olyan harsány hurrát, mikor titkos belőtte a labdát a német hálóba, mint most. De pillanatban még boldogabb volt. És túláradó temperamentummal olyan hosszú csókot nyomott Évi ajkára, hogy mire a csók befejeződött, a fagylalt mind a két tányérban színes, langyos folyadékká változott pedig árnyékban ültek. Harmadik fejezet amikor Évi hazament, Krisztina néni közölte vele, hogy két úr várja a vendégszobában. Már két órája várakoznak, autóval érkeztek Pestről. Valami filmügyről van szó. Mondta izgatottan Krisztina. Te, ezek láthatták valahol a fényképedet és visznek Amerikába sztárnak. Krisztina, mondta szigorú hangon Évi, aki csak most nézett végig alaposabban nagynényén, te dupla adag festéket kentél magadra. És miért fűzted magad ennyire össze ebben a pokoli hőségben? Vald be, hogy fel akarod magad fedeztetni. Krisztina vérvörös lett. Csak miattad teszem, Évikém. Nem akarlak elhagyni. Ha Amerikába visznek, megyek veled és miért ne játszhatnék én még anya szerepeket. Évi hangosan felkacagott. Bolond vagy te, édes Krisztinám. No mutasd, hol vannak az urak. Csak így állítsz be hozzájuk. Nem öltözöl át. Hüledezett Krisztina. Évi vállat vont. A két úr felugrott és bemutatkozott, amint a vendégszobába léptek. Lajta Géza, az Apollo filmgyár segédrendezője vagyok. Farkas, a filmgyár operatőrje mit parancsolnak az urak? Kérem, kisasszony, mi egy nagy film felvételeit kezdjük meg a napokban. Festői népviseletre, regényes tájékra van szükségünk, és ezt kútházán bélyük megtalálni. Fatornyos hazám erre feltétlenül büszke lesz. Nevetett Évi. A felvételek körülbelül tíz napig fognak tartani esős idő esetén meg hosszabb ideig és így megfelelő szállásról is kellene gondoskodnunk az illusztris művészek és művésznők számára. Szóval önök az iránt érdeklődnek, hogy a felvétel ideje alatt a művészek itt lakhatnának-e a kastélyban. Ugyanis hallottuk, hogy van vagy tíz üres vendégszoba. Mi természetesen minden árat boldogan megfizetünk. Kristina néni egyre izgatottabb lett. Egyez bele, Évi kém. Ideje, hogy végre egy kis élet költözzön ide. Gondold meg, milyen remekül fogunk mulatni. Hiszen elvégre még fiatal vagy. Krisztina néni, mondotta szigorúan Évi, te nem vigyázol eléggé rám. Mulatásról szó sincsen. De viszont az üzlet, üzlet. Mennyit ajánlanak fel az urak? Lajta úr olyan szédületes összeget mondott, amennyiért a Ritzben is boldogan nyitottak volna ki néhány Dunára néző szobát. Évi bólintott. Rendben van. Mikor jönnek? Két nap múlva érkezik az első transport. Ugyanis nincs mindenkire minden jelenetben szükség. Először azokat a felvételeket készítjük el, melyekben a hős a hősnő nélkül szerepel. Mary Flori, aki a címszerepet játsza, csak a hétvégén érkezik meg Párizsból. És ki a férfi sztár? Andai Péter. Hiszen tetszik tudni, ő a közönség kedvence. Hogy ne tudta volna Évi? Látta már elégszer az őszülő elegáns színészt, aki nélkül már magyar filmet nem is készítettek. Andai szereplése biztos sikert jelentett. Az ország nőnemű polgárainak túlnyomó része oldhatatlanul lángolt érte. Andai egyébként a drámai színház hőszerelmese volt esti 120 pengős fizetéssel. Mindezt jól tudta Évi. Csak azt nem sejtette, hogy Andait valamikor régen, húsz év előtt vidéki színészkorában még Adamát Péternek hívták, és hogy életének legnagyobb hőszerelmes szerepét éppen ebben a kastélyban játszotta el. Negyedik fejezet. Kútháza fenekestől felfordult. A kisbíró nem ebzárlatot, adóbehajtást, meg legeltetési tilalmat dobolt ki, hanem azt, hogy legények meg lányok kerestetnek, akik játszani akarnak a filmen. Fejenként négy pengő napi díj jár minden résztvevőnek, aki vasárnap délelőtt a piactéren jelentkezik. Az úriosztály és parasztság soha még ilyen testvéri összeforottságban nem találkozott. Hajdutóni, a telekönyvi írnok, aki nagyon szép fiúnak tartotta magát, és lelke volt a műkedvelői társulatnak, éppen olyan izgalomba jött, mint Kárász Ambrus, a béres gazda, akinek már szintén volt színészi múltja, mert a gyöngyös bokrétával jött fel már kétszer is pestre szép magyar táncokat lejteni. Az asszony népről ne is beszéljünk sohasem fogyott még annyi szagos víz és pirosító a kútházi patikában, mint ezekben a lázas napokban. Az úri kisasszonyok parasztlányoknak öltöztek, és nagyon viccesnek találták, hogy Ringó Derékkal sétáltak el a segédrendező úr előtt, aki kiválogatta a statisztákat. Két teljes napig tartott ez az előzetes válogatás. Kútházára aranynapok köszöntöttek. Gurult a pénz a hány asztalos, kovács, ács, mázolóakat kútházán, annak mind akat munkája. Fantasztikus épületeket kellett összekovácsolniok a hegyoldal megjelölt pontjain, sőt még szökőkutat is építettek az elhagyott várparkban. Hollywood lett kútházából, ahol minden második ember filmszínész, a többiek pedig a filmnek dolgoztak. Kibérelték az összes szekereket, lovakat, hintókat és még két cigánybandát, meg jazz is hoztak magukkal. A mezei munka egyszerűen megállt. Arról is beszéltek, hogy a felvételek során 220 huszár is fog érkezni. Már építették is a barakkokat a nagymező szélén. A szücskastély tetejére magyar és francia zászlót húztak. Ott volt a fő hadiszállás a kútháziak valósággal szívdobogást kaptak, mikor elmentek előtte. Soha nem néztek még ekkora tisztelettel a kastély fiatal úrnőjére, aki egyszerre a legizzóbb népszerűség kellős közepébe potyant. Egész nap váratlan látogatókat kapott. Fiatal lányok és asszonyok, akiket legfeljebb nyájas és felületes mosolyjal köszöntött az előtt az utcán, most egyszerre megtalálták a hozzávezető utat. Mindenkinek volt egy ravaszul kitalált ürügye, amelyen látogatását megindokolta. De a látogatás végén természetesen mindig kibújt a zsákból, és valamennyinek ugyanaz a kérése volt, protezsálja be őket Évi a filmhez. És izél nagyon szeretnének Andaitól autogramos fényképet kapni. Szörnyen irigyelték Évit. Minden nap együtt lehet az imádott Andaival. Láthatja, beszélhet vele csak egyetlen ember lógatta az orrát ezekben a forró napokban, Székely Gyurka. Neki sehogy sem tetszett a dolog. Rossz sejtések szorongatták. Úgy érezte, hogy az előkészületek lázas esemény zuhatagában Évike ismét eltávolodott tőle. Rossz kedve azonban akkor értetető pontját, mikor negyednapra megérkezett az elegáns Chevrolet autó és abból saját személyében kiszállt Andai Péter. Madaras gizi sikította el magát először, mikor az autót megpillantotta, hogy itt van! Megérkezett! Pillanatok alatt terjedt el a hír. A népek kifutottak a házaikból, és tátott szájjal vették körül az autót, melyből kilépett a férfi bálvány. Ne tagadjuk, csak ugyan imponáló látvány volt pontosan olyan autóköpenyt viselt, mint az amerikai filmek hősei, a világos szürke sportruhája, a monoklia, férfiasan markáns, napbarnított arca, hát igen, mindez ellenállhatatlan volt. Valaki azt kiáltotta, éljen! Erre a többiek is éjjenezni kezdtek, sőt zsebkendőket lobogtattak feléje. A vidéken még komolyan veszik a nagymosást és veszélytelenül lehet ilyen merészebb mozdulatokat is kockáztatni. Andai leereszkedő, nyájas mosolyjal üdvözletet intett és igyekezett minél ruganyosabb léptekkel belépni a kapun. Derekát feszes keményre húzta ki. Legújabb amerikai főzője valóban diszkrét és kitűnő volt. A tartása és karcsúsága egészen természetesnek hatott. Valami régi, szentimentális emlék fátyolozódott egy pillanatra Andaira, mikor a kastély kapuján belépett. Járt ő már egyszer itt valamikor. Mikor is volt az? A, igen, egészen kezdő vidéki színész volt. 24 éves volt és még Adamátnak hívták. Micsoda szép asszony szöktetett meg innen. Eh, régi regény. Mennyi más halványította már el az emlékét. Vajon hová tűnhetett el a nagyszerű kaland hősnője? Egy évig éltek együtt, azután az asszony eltűnt. Külföldre ment. De hirtelen, majdnem felkiáltott meglepetésében. Mi ez? Kísértetek járnak fényes nappal a kastélyban. Fiatal lány sietett eléje mosolygó sugárzó szőkeségben. Ugyanazok a fekete szemek a szinte fiúszán karcsú termet. Ilona akarta kiáltani, de még idejében észbe kapott és mélyen meghajolt valami banális frázissal, amely már úgy hangzott, mintha filmszöveget mondana. Most, hogy önt látom, kisasszony, megértem, miért lelkesedett a rendező és operatőr annyira kútházáért. Kristina mélyvörös sejem ruhában került elő a szalom felől, keblén hatalmas művirágcsokor ékeskedett és jelentette, hogy a löncs terítve van. A művész úr bizonyára elfáradt az úton, jól fog esni némi ital és hidegsült. Élénken és jókedvűen indult a társalgás. Eleinte főleg Kristina beszélt, aki a készülő film részletei iránt érdeklődött, és már a beszélgetés ötödik percében megkérdezte, nincs-e benne anyaszerep is, nagy drámai kitöréssel, mert neki óriási kedve lenne azt eljátszani a társalgás szeszélyesen ívelt különféle témák felett. Színház, sikerek, színésznők, apró plegykák. Andai megjegyzései, maga gyönyörű lány, Évike. Soha sem gondolt arra, hogy színpadra lépjen. Akarja, hogy próbafelvételt készítessek magáról. Szólok a rendezőnek. Évi nevetve tiltakozott. Nem, köszönöm, semmi kedvet nem érzek a színészethez. Akkor már kettesben ültek a kis szalomban, Krisztina az ebéd ügyében intézkedett, és Andai csodálkozva nézett két pohár konyak között Évire. Milyen érdekes lány! mondotta Maga az egyetlen, aki visszautasít egy ilyen lehetőséget. Miért gyűlöli a színpadot? és érezte, hogy a szíve hevesebben dobog. Félt, hogy ez a lány most egy régi tragédia emlékét fogja idézni, és nem sejti, hogy annak gyűlölt hősével beszél. De erről szó sem volt. Évi mosolygott. Talán azért, mert egész életemben túlságosan józan voltam. És a színpad csupa hazugcsillogás. Mesék, naiv illúziók. Én nem félek az élettől nem menekülök előle az operettek és filmmesék birodalmába. Higgye el, a valóságnak is lehet tündér szép költészete. Az élő erdők, mezők és sziklák mégis csak szebbek, mint a műterem legpazarabb díszletei. Nekem most tulajdonképpen félnem kellene magától, mosolygott Andai, mert két teljesen ellentétes világból jövünk és magán keresztül túlságosan csábítónak találom ezt a másikat, amely a valóságot ígéri. Szóval, nevetett Évi, maga most udvarol nekem. Ez persze magának kötelessége. Magától búkokat, szép simogató szavakat várnak a nők, és maga gavallérosan eleget tesz ebbeli kötelességének. Gúnyolódik? kérdezte meglepetten Andai. Á, nem? Csak figyelmeztetni akarom, hogy velem szemben nincsenek kötelességei. Meg akarsz szégyeníteni? Azt akarja, hogy meggyűlöljem egész eddigi életemet. Szavalta kissé patetikusan Andai. De volt ebben a kitörésben egy kis őszinteség is. Évi valósággal megzavarta az öregedő, elkényeztetett hőszerelmest. Már abban a korban volt, mikor a férfi szeret visszamenekülni az egészen fiatal leányokhoz, hogy azok rajongásán keresztül elhitesse magával az ő el nem múló győzelmes hímségét. Milyen nagyszerű lehet, ha Évi szeret valakit. Ez az üde, természetes báj, amelyben a tavasz ereje feszül, a legnagyobb ritkaság ilyen ősi tisztaságában és szépségében bukkanni a szerelemre. És még a szerelmi harcok e sokat próbált lovagja sem vette észre, hogy Évi tulajdonképpen védekezik. A lány ösztönösen megérezte a veszélyes ellenfelet, a férfit, aki egy még nem ismert szerelmi misztérium füllett és izgalmas levegőjét árasztotta maga körül. Én ezt az embert megölöm. Mondta Gyuri olyan zordul, mint egy középkori lovag. Évi haragosan toppantott. Meg vagy bolondulva. Szereted? ismételte Gyuri, aki egész éjjel nem aludt, és az arca gyűrött volt a szomorúságtól és virrasztástól. Féltékeny szamár vagy. Mérgelődött Évi. Hát persze, hogy jól érzem magamat a társaságában. Remekül szórakoztat. Van benne valami sajátságos báj. No látod? Csapott le keserűen Gyuri. Nekem ezt sohasem mondtad. Idegesítsz. Ki nem állhatom a nyögdécselő férfiakat, én pedig a flörtölő lányokat. Kérlek, ezen könnyen segíthetsz. Ha nem vagy velem megelégedve, igazán nem tartalak vissza. A fiú valósággal belesápadt. Így beszélsz velem? Kiáltotta. Ezt érdemlem. Ekkor lépett be a szobába Andai. Éppen felvételről jött. Huszárkapitányi egyenruha volt rajta. Aranysújtásos attiláján kitüntetések. Arca nabarnítottra púderezve, halántéka körül érdekesen őszülő haj. Igazán olyan volt, mint egy modern nőrabló. Gyuri szinte megsemmisülten érezte a fölényét. Dűj és kétségbeesés folytogatta. Andai mindebből semmit sem vett észre. Katonásan összecsapta sarkantyús csizmáját, nagyon beleélte magát a szerepébe, és náidigan jelentette: Nagyságos kisasszonynak alázatosan jelentem, megérkeztem. És természetesen nagyon éhes. Mosolygott Évi. Valami nagyot dörrent mögöttük. Mind a ketten megrezzentek. Az ajtó csapódott be. Gyuri csapta be teljes erővel, amikor köszönés nélkül kirohant a szobából. Hát ennek mi baja? Kérdezte meghökken be Andai. Féltékeny? Válaszolta őszintén Évi. A férfi elkomolyodott. Sajátságos érzés rohanta meg. Egyszerre megvilágosodott előtte az utóbbi napok sok furcsa történése. Például az, hogy ő már sok nőnek vallott szerelmet életében, de sohasem érezte a kimondott szavak forró perzselését. Évinek viszont nem vallott még szerelmet, de találkozásuk első perce óta egészen új eddig ismeretlen érzések nyugtalankodtak benne. A féltékeny vetétás viselkedéséből kellett megtudnia, hogy ez szerelem. Nékem most mentegetődnöm kellene, talán bocsánatot kérnem, mondotta halkan, de nem tudok. Azt hiszem, Gyurinak teljesen igaza van. Hogy érti ezt? Riat megévi. Úgy, hogy én magát csak ugyan szeretem, évi. A lány lehúnt a szemét. Édes szédület zsibbasztotta meg. Ez volt életének nagy, váratlan találkozása a szerelemmel. Ez egészen más volt, mint amit Gyurival szemben érzett. Nem volt az a derűs, vidám pajtásság. Titkok, örvények forgó szele viharzott körülötte, az érett, nagyszerű férfi perzselő nyara találkozott az ő tavaszával. Várta és remélte ezt a nyilatkozatot, és most, hogy ráömlött, mint egy tüzes láva, megrémült. Kérem, dadokta, ez lehetetlen, ne beszéljen erről. Miért? Kiáltotta a férfi, akit most elragadott az indulatok lendülete. Mi volna ebben lehetetlen? túlságosan öregnek tart. Ó, bennem még húsz évre szóló fiatalság van. A mi foglalkozásunk megőrzi a fiatalságot. Hiszen folyton a szerelem szavait szikráztatjuk fel a színpadon és filmen. Andai úr, én ezt nem hallgathatom, ennek nincs értelme. Maga másféle nőket szeretett. Szebbeket, elegánsabbakat, rafináltabbakat. Nem vagyunk partnerek maga túlságosan sokat tud, én pedig egy falusi vadóc vagyok. Ez nem vezethet jóra. Ilyeneket tud mondani. Ilyen józan, hideg szavakat, amikor én életem egyetlen és első nagy szerelmét kínálom magának. Kiáltotta szenvedélyesen a férfi. Kérem, kérem, hagyjon. Pihegett ilyetten évi, mikor a férfi feléje nyúlt. De Andai már tudta, hogy ezek a szavak erőtlen és meggyőződés nélküli tiltakozások. Karjába szorította Évit és megcsókolta. Évi nem csókolta vissza. Évi mozdulni sem tudott. Ezek a csókok meglepték, elkábították, halára ijesztették és boldoggá tették. Nem tudott fel sem sikoltani helyette Kristina néni sikoltott fel, aki éppen egy tálcán hozta az ebédhez szükséges porcelánokat. Uram, mit csinál a húgommal? Kérdezte drámai hangon. Andai úgy érezte, hogy soha életében nem volt még rajta stílszerű ruha, mint most a huszárszázadosi. Megint megpengette sarkantyúját, és meghajolt Kristina előtt. Szerelmet vallottam, és mert tudtommal, ön helyettesíti Évike édesanyját, megkérem öntől Évike kezét. Kristina levegő után kapkodott. Évi, ez igaz? Lehetséges? Kérdezte. Nem tudom, magam sem értem, mi történt, nénikém. Kristina karjába zárta húgát, aki most könnyekbe tört ki és össze csókolta az öreg nénit, aki ebből egyszerre megértette, hogy a szerelem kölcsönös. Ezek a csókok ugyanaz ő arcára hullanak, de Andainak vannak edresszálva. Andai viszont finom tapintattal megérezte, hogy első rohamnak ez teljesen elegendő volt. Nem kell túlságosan feszíteni a húrokat. Évike, mondotta lovagiasan, nem kívánom, hogy most azonnal válaszoljon. Belátom, kissé készületlenül találta ez a nyilatkozat ráér akkor válaszolni, mikor már teljesen tisztában lesz érzéseivel. De engedje remélnem, hogy a válasza akkor a boldogságot fogja számomra jelenteni. E szavakkal Évihez lépett, s nem törődve Krisztina jelenlétével, megcsókolta. És Krisztinának ezúttal határozottan úgy rémlett, hogy Évi viszonozta a csókját. Ötödik fejezet mintha Sanel és Obigan lombikjaiból és patu divat boszorkány konyhájából lépett volna ki, a színek, illatok és ellenállhatatlan mosolyok hármas varázsával vértezve szállt ki fejedelmi limuzinkocsiából Mary Flori. Titkárja aggódva nézett körül, hogy nincsenek -e a közelben interjúra vadászó újságírók és a podgyász hordozói megilletődve emelték le a művésznő hatalmas bőröngyeit a halban mély meghajlással üdvözölte a filmvállalkozó, aki gyönyörű mezei virágokból kötött csokrot nyújtott át. A művésznő édesen csacsogott, a francia szavak szinte csilingeltek, ahogy beszélt, érdeklődött és megkérdezte, hogy mikor indulnak a gyárba. Árkosi úr, a vállalkozó felvilágosította, hogy egyelőre nem Budapesten készülnek a felvételek, hanem vidéken. Flori művésznőnek ez is tetszett. Szóval a filmet francia változatban is elkészítik. És Andai úr olyan kitűnően tud franciául, hogy vállalhatta a francia verziót is. Á, persze, hiszen ő olyan magyar huszártisztet alakít, aki a szerepe szerint csak törve beszél franciául. Viszont a hősnő titokban megtanul a hódító huszártiszt kedvéért magyarul, és azzal lepi meg, hogy egyszerre csak magyarul szólal meg. Nem lesz nehéz a magyar szöveg. A Aggodalmaskodott árkosi. Mary Flori mosolygott. Ó, jártam én már valamikor Budapesten, és akkor már tudtam is keveset beszélni a maguk szép nyelvén. És huncu nevetve kezdte mondani: Cigány, szeretlek szép asszony paprikás csirke. Csók! Ohó! Ragyogott fel árkosi, hiszen ez remekül megy. Egyébként holnap reggel indulunk a felvételek helyszínére, ahol már várják a művésznőt. Remélem, addig kipiheni az út fáradalmait. Nyugodt lehet, Mösziő Árkosi. Mi, filmszínésznők megszoktuk a munkatempóját. Mary Flori aznap az igazgató és titkárja társaságában a Margit szigeti grillben pesgőzött, és Árkosi úr miközben folyton azon aggódott, hogy Merinek már haza kellene mennie, teljesen elázott, fülig beleszeretett a ragyogó nőbe, és éjfél után megkérte a kezét. Mire Meri nevetve vette elő noteszét és beleírt valamit. Mit csinál? Kérdezte meghökkenve árkosi, aki egészen szokatlannak találta a házassági ajánlatára adott ezt a különös választ. Ó semmit, mosolygott Meri, csak éppen a maga nevét is feljegyeztem. Maga a 270. férfi, aki megkéri a kezemet, nem számítva filmszerepeimet, ahol természetesen még többször történt velem ilyesmi. Másnap reggel Meri kitűnő hangulatban ébredt. Fürdője után frissebb, fiatalabb és pihentebb volt, mint valaha. Nyolc óra után, néhány perccel az autó már teljes sebességgel röpült vele kútháza felé. Ne várjon semmi különöset, művésznő! Mondotta Árkosi, aki kiózanodva, már megint az üzletember hűvös tárgyilagosságával tudott beszélni a sztárral. A magyar vidék meglehetősen egyhangú ám bár a városka, ahová utazunk, nagyon hangulatos környezetben fekszik és a környék népviselete elbűvölő. Pipacsos búzaföldek mellett robogtak el, fehérre meszelt házak vakítottak a napfényben, legelésző tehenek kapták fel hosszúra nyúlt bőgéssel fejüket. Árkosi csodálkozva figyelte, hogy Meri milyen érdeklődéssel, szinte meghatottan nézi ezt a nem túlságosan változatos, talán kissé szegényes képet. Már alig beszélt, mint aki nagyon elmélyedt, és teljesen átadja magát a rászakadt hangulatoknak. De egyszerre, mintha váratlan nyugtalanság fogta volna el. Idegesen kezdett figyelni, jobbra-balra forgatta autósapkás szőke fejét, és szinte ilyetten kérdezte Árkosi-tól: Tulajdonképpen hová megyünk? Árkosi azt hitte, hogy a Primadonna már unja a hosszúra nyúló autózást, s igyekezett megnyugtatni. Ó, nem megyünk már sokat. Mindjárt megérkezünk, már ott a távolban láthatja is a házakat. Hogy hívják ezt a helyet? Kérdezte Meri, és a hangja remegett az izgalomtól. Kútháza? Mondta gyanútlanul Árkosi, és mosolyogva tette hozzá, ezt a nevet próbálja kimondani. De Meri nem válaszolt. Sápattan, fölindultan dőlt hátra az ülésen. Az Istenért mi történt? Elszédült? Kérdezte rémülten Árkosi. De Mary Flori mintha nem is hallotta volna a hozzá intézett szavakat. Még a festék alatt is halaványnak látszott. Kezét a szívéhez szorította, mintha attól félne, hogy kiszakad. Szeme szinte megmeredve nézett az egyre közeledő házak irányába. E pillanatban, mintha hirtelen esztendőket öregedett volna. Arc kifejezése fáradt és elernyet lett. Egyszerre megszűnt az a benső tűz, szakadatlan energia, amely állandó fiatalságban tartotta. Az autó teljes sebességgel rohant előre. Meri keze görcsösen ökölbe szorult, ajkát makacsul összeszorította, mint aki fél, hogy áruló szavak budjanak ki azon. Végigmentek a főutcán. Néhány sétáló szájtát vabámult utánuk. Mezei úr, a fűszeres, aki az ajtóban állt, rosszallólag csóválta a fejét. Felforgatják és megbolondítják ezek az egész várost. Mormogta. És arra gondolt, hogy mind a két lánya beállt filmsztéisztának. Mi lesz ezekből, ha vége lesz a nagy farsangi komédiának? Egész kútházát megmételjezték a filmesek. Nehezen tér ide-vissza a hétköznapi élet megszokott kerékvágásba. Azután az autó hirtelen kanyarulattal a szűcskastély elé robogott és hirtelen lefékezett. Meri halkan felsikoltott. Árkosinak úgy tűnt fel, hogy az ájulás környékezi. Az Isten szerelmére kiáltott fel, rosszul van. De Meri Flori egyáltalában nem vett tudomást róla. Arcán ismét csodálatos átalakulás ment végbe. Az előbb szomorúságtól és aggodalomtól fátyolos szeme élni, ragyogni kezdett, mikor megpillantotta Évit, aki az autótülkölésére kisietett a vendégek fogadtatására. Isten hozta, kedves művésznő! Üdvözölte Évi, aki svájci nevelése alatt kitűnően megtanult franciául és frissen szedett rózsákból kötött csokrot nyújtott át. Mary alig tudta palástolni szinte emberfeletti felindulását. Átölelte és megcsókolta Évit. Nagyon köszönöm, kisasszony ezt a kedves fogadtatást. Bocsánatot kérek, hogy magam fogadom. Csacsokta Évi. Nagynénim ma reggel elutazott. Táviratilag hívták Pestre egy súlyos beteg rokonához. Azt mondta, nyugodtan megy el, mert a művésznő megérkezése véget vet az itteni kizárólagos férfi uralomnak. Szóval a néni az én őrzésemre bízta magát. Mosolygott Meri. Igen, nyilván nem sejtette, hogy milyen túlságosan szép és fiatal anya kapok. Csak ugyan annak talál. Kérdezte olyan mohó örömmel Meri, ami egyáltalában nem illett egy elkényeztetett primadonnához egyáltalában Merire nem lehetett ráismerni. Árkosi csak nézte hüledezve és álmélkodva, hogyan öleli át félkézzel évi derekát, és így mentek mint két régi pajtás, kölcsönös elragadtatással végig a szobákon. Merit a legkisebb apróság is érdekelte. Szinte végig simogatta évi szobájának minden egyes darabját, dicsérte az előkelő ízlést és a rendet. Évi nagy örömmel és lelkesedéssel magyarázott mindent új barátnőjének. Negyed óra múlva már a legjobb barátok lettek. Tegeződtek és szinte megmagyarázhatatlan rokon szem kellemes izgalma fűtötte őket. Árkosi még mindig nem értette, miről van szó. Mi történt Merivel? Egyáltalában nem úgy viselkedik, mint egy szerepére készülő film Primadonna, hanem mint egy privát vendég, aki nyaralni jött. Andai hol van? Kérdezte. Az urak felvételen vannak. Egy tegnap megkezdett jelenetet fejeznek be. Lehet, hogy csak késő délután vetődnek haza. Annál jobb, legalább kedvünkre beszélgethetünk egy kissé. Örvendet Meri. Árkosi viszont fanyarul arra gondolt, hogy ez kissé drága beszélgetés, tekintettel a Prémadánő horribilis napidíjára. De a két hölgy egyáltalában nem vett erről tudomást. Árkosi belátta, hogy ő itt teljesen felesleges. Visszaült az autójába azzal, hogy kimegy megnézni a felvételeket. Évi a kertben terítetett villás reggelit. Meri szinte álmodozva ment mellette. Milyen jó így veled, kettesben lenni! Mondotta Évinek. Az életem olyan hajszolt, Látod, mindig erről álmodtam, ilyen békés falusi életről, virágos kertről és egy hozzád hasonló édes kislányról. Ó, én kisé túlságosan nagy lány lennék az oldalad mellett. Nevetett Évi. Meri arcán furcsa, fájdalmas mosoly suhant át. Azután gyengéden megsimogatta Évi haját. Úgye, te boldog vagy itt? Kérdezte és a hangja remegett. Igen, azt hiszem, boldog vagyok. Meri meghatva nézett Évire. Olyan sok mindent szeretnék kérdezni tőled. Ó, az én életem túlságosan egyszerű. Azt hiszem, nagyon unatkoznál, ha fel kellene cserélned a tiéddel. És te boldog vagy? Nem tudom. Talán most, ebben a pillanatban melletted. Évi meghökkembe figyelt fel. Mit jelent ez? Merinek könnyes volt a szeme. Te nem élvezed a sikert, az ünneplést, a reklámok hízelgő muzsikáját. Ó, mindez nagyon fáraszt. És a férfiak hódolata. Mennyien szerethettek téged? Erről ne beszélj. Mondta szinte ijedjen Meri. Az nem jó, ha az embert mindenki imádja. Ha megőrülnek érte. Ha maharadzsák szórják lába elé a kincseket. Olvastam. Mit olvastál? Kérdezte riadtam Meri. Hogy Párizsban micsoda gyöngyöket kaptál egy indus alkirálytól. Nem igaz. Tiltakozott hevesen Meri. Kérlek, ezek mind csak a reklám hazugságai. Érdekessé kell tenni a sztárt. Szuggerálni kell a tömeget, hogy higgyen a varázsában. Ha tudnád, mennyire gyűlöletes mindez. Azt mondják, külön titkárnőd van, aki a hozzád befutó szerelmes leveleket rendezi. Meri megrezzent, mintha veszővel vágtak volna rajta végig. Ez csak teher. Mondotta és megrázkódott, mint aki borzad mindattól, ami most távol van tőle. Mennyire fáraszt és mennyire ellenszembes. Ó, ezt csak a pillanat hangulatában mondod. De hiszen ez a falusi élet mégiscsak unalmasabb. El akarsz menni innen? Kérdezte ilyetten Meri. De hiszem persze, igazad van. Magányos, fiatal lány vagy. Mit is csinálnál itt? 21 éves vagy. Honnan tudod ezt ennyire pontosan? Kérdezte meglepette Névi. Megérzés. Gondoltam. Abban a korban vagy, amikor a lányok szíve legnyugtalanabbul dobog. Mond, Évi, voltál te már komolyan szerelmes. Évi elpirult. Most vagyok. Mondotta halkan. Á. Meri halkan felsikoltott és forró érdeklődéssel simult Évihez. Beszélj erről valamit. Évi szégyenlősen tiltakozott. nevetsz? Nem, nem. Mondj el mindent. Magam sem tudom, hogyan van ez, de úgy érzem, mintha mi ketten már öröktől fogva barátnők lennénk, akiknek nem lehet titkaik egymás előtt. Évi hízelegve, mint egy kis doromboló cica simult merihez. Igen, te olyan nagyszerű nő vagy. Valami különös varázs árad belőled. Nagyon szeretlek! Igazán! Ragyogott felmeri. Akkor fogadjuk meg, hogy jó barátnők is maradunk. Eljössz Párizsba. Nálam fogsz lakni. Olyan életed lesz, mint egy király kisasszonynak. Kitűnő lesz. Tapsolt Évi. De most mondd meg előbb, hogy is állunk azzal a szerelemmel. E pillanatban izgatott hang harsogott ki a fák közül. Évi! Évi! Hol vagy? A bokrok közül gyurka lépett ki bricsesznadrágban, ingújban. Mikor Merit megpillantotta, zavartan hökkent vissza. Ó, bocsánat, nem tudtam, hogy nem vagy egyedül. Egy jó barátom, Székely György. Mutatta be Évi franciául. Ettől Gyuri még nagyobb zavarba jött. Mert éppen csak néhány szót nyögött franciául, és így meghajolva, kissé ostoba mosolyjal jelezte, hogy sajnos nem tud társalogni. De így legalább nyugodtan beszélhetett magyarul az ismeretlen hölgy előtt. Kérlek, sziszekte Évi felé, azonnal beszélnem kell veled. Látod, hogy vendégem van? Mondj neki akármit! Megfulladok, ha nem beszélek! Látod, hogy olyan vagyok, mint az őrült? De legalább ne vágj ilyen borzasztó arcot! Hiszen a barátnőm azt hiszi, hogy meg akarsz ölni. Meri felé fordult és zavartan mentegetődött. Bocsáss meg, szívem, pár pillanatnyi beszélgetésem van székely úrral. Félrevonta Gyurit, és nem látta, milyen különös mosolyjal követi őket Meri. Mit akarsz, te vadember? Beszélj gyorsan! Évi, mondotta Gyuri, világosan látom, hogy mi történt. Beleszerettél Andaiba. Igen, ne tagad. Azt hiszed, nem vettem észre, milyen fanyalogva fogadsz, mióta itt van. De én nem adlak neki. Szeretlek, te most megszédültél. Ismerlek. Szertelem vagy. Képes vagy a legnagyobb őrültség elkövetésére. De én ezt nem nézem ölbetett kezekkel. Józanodj ki, Évi! Ne akart, hogy valami szerencsétlenség történjen. Évi haragosan nézett a fiúra. Zsarolni akarsz? Fenyegetsz? Ez igazán nem alkalmas arra, hogy megszeretted önmagadat velem. Ne a szavaimat mérlegeld, Évi, hanem az érzéseimet, a kétségbeesésemet. Azt hiszed, hogy Andai valóban szerethet annyira, mint én? Ez az elkényeztetett báb. Ez a kifestett majom, aki fényes nappal parókát húz a fejére, barna ken az arcára, megkormozza a szemöldökét, mint egy kokott és jelmezbe bújik. Minden szava hazugság a csókja is csak póz lehet, bizonyára vigyáz, hogy mindig hatásos mozdulatokat csináljon. Elég volt, gyuri. Ostoba vagy. És ízléstelen. Szerelmes vagyok. Fiatal vagyok. Nekem nincs asszonytipró hírnevem. És csak egy lányt szerettem egész életemben, és ez te vagy. Hát nem szebb ez mindennél! Évi meghatódott. Drága, jó pajtásom vagy, de én nem a pajtásod, a férjed akarok lenni. Majd még beszélünk róla. Kérlek, most hagyjuk ezt. Hiszen látod, nem vagyok egyedül a keserves mindenét ennek az egész filmnek. Fakad ki dühösen Gyuri. Hát kellett ez. De még közéjük rúgok én, esküszöm. Az Istenért csillapodj. Nem tudok. Őrült vagyok. És jól jegyezd meg mindenért, ami történni fog, te vagy felelős. Évi megijedt. Érezte, hogy ez nem puszta fenyegetődés. Gyurikám, kérlelte. Ne légy ilyen vad. Csókolj meg! Évi körülnézett, és gyorsan megcsókolta Gyurit. Tudta, hogy ez árulás, de mit tegyen? Ez volt a morfium injekció. Le kellett csillapítani a dühöngőt. Amikor Gyuri elment, Évi egészen feldúltan, letörtentért tért vissza Merihez. Mi bajod, szívem? Mitől vagy ennyire magadon kívül? kérdezte Meri aggódva. Évi végig simította homlokát. Ah, kérlek, ez szörnyűség. Ebbe én még belebolondulok. De hát mi történt? Ez a fiú szerelmes belém. Ez csak nem olyan nagy baj. Nagyon rokon szembes legénynek látszik. Neked nem tetszik? De hiszen éppen az a baj, hogy igen. De hát akkor, igen, azt hittem, hogy szeretem és már megbarátkoztam a gondolattal, hogy a felesége leszek. És akkor? Évi elhallgatott, az arca megint lángvörös lett. Meri gyengéden cirógatta égő arcocskáját. Miért nem mondott tovább? Ezt nem lehet. Ugyan? Hiszen megfogadtuk, hogy örökre jó barátnők maradunk. De esküdj meg, hogy a legnagyobb titokban tartod, amit mondok. De, szívecském, ez csak természetes. Olyan jó, hogy neked megmondhatom. Tudod, senkim sincsen, akivel az ilyen egészen bizalmas természetű dolgokról tanácskozhatnék. Krisztina néni hóbortos. Neki semmiről sincsen önálló véleménye. Mindenbe beleegyezik, amit csinálok. Szóval, miért nem akarsz székely úr felesége lenni? Mert én közben mást szerettem meg. Kicsodát! Andai urat! A filmpartneremet! Igen! Meri bájos arcocskája egészen elborult. Azt hiszem, nem jól teszed, kicsikém. Miért mondod? Hiszen még nem is ismered Andait. Mindegy. Színész. Komédiás. Te még sohasem voltál szerelmes színészbe. Meri elsápadt. Néhány pillanatig erős felindulással küzdött. Talán éppen azért óvlak, mert én már nagyon megégtem egyszer. Mondotta halkan. Beszélj erről. Kérlelte Mohón Évi. Ne kívánd! Túlságosan fájdalmas emlék. Ha megizömöd Andait. Kiáltotta hevesen, Évi, neked is megváltozik majd a véleményed. Annyira szereted. Nagyon. És ha igazán szeretsz, légy segítségemre! A felesége akarok lenni! Istenem, milyen sokat tehetnél értem! Én, igen, mondta már szinte lázasan Évi, te olyan tündéri szép vagy! Ha egy kicsit elszédítenéd ezt a fiút! A székeit, igen, Tudod, éppen csak annyira, hogy észrevegye, hogy más nő is van a világon, nem csak én. Hogy ne lássa olyan reménytelennek a helyzetét. Ha egy kis hűtlenséget bizonyíthatnék rá, akkor sokkal könnyebben tudnék vele szakítani, és akkor nem kellene rettegnem, hogy valami őrültséget követ el. Drága, édes jó Merim, légy a segítségemre. Meri elképedve nézett kis barátnőjére. Nolám, ennyire ravasz kis teremtés vagy. Szerelmes vagyok, és ezt meg kell értened. Majd megpróbálom. Mondotta Mary, és Évi boldog kiáltással ugrott a nyakába. Ha te akarod, meg lesz. Te olyan csodálatos nő vagy. Neked feltétlenül minden sikerül. Hatodik fejezet. Az autó visszajött a segédrendezővel és Árkosi üzenetét hozta. Az igazgató úr és a főrendező úr kéretik a művésznőt, hogy jöjjön azonnal a felvételhez. Fontos helyszíni megbeszélést kell tartani. Meri bosszankodva állt fel. Látod, ilyen kutya élet ez. Az ember sohasem ura magának. Nem jönnél velem. Lehetetlen, szívem. A nagynéném nincs itthon, magamnak kell a konyhára ügyelnem, különben ma nem lesz ebéd. És ezt az urak sohasem bocsátanák meg. Persze andai előtt nem blamálhatod magadat háziasszonyi minőségedben. Nevetett pajkosan Meri. Gyors csókot váltottak és Meri az autóba ült. Tíz perccel utóbb már ott volt az erdőszélén, ahol a felvételek folytak. A primadonna megérkezését harsány éjjenzés fogadta egy cigányzenekar is jelen volt, mert enélkül semmiféle hazai film el nem képzelhető és lelkestust húzott. A távolban elmosódott lovas körvonalai látszottak. Andai kapaszkodott felfelé a hegyoldalon mindenféle mesterséges akadályok közepette, miközben fogát szívta és csendesen káronkodott, szidva a rendező fel, és lemenő rokonait, amiért a pokoli hőségben órák hosszat izzasztják. Azután pillanatok alatt híre terjedt, hogy Mary Flori megérkezett és kint van a felvételnél. Andai sarkantyúba kapta lovát és visszavágtatott a csoporthoz, ahol Mary tartózkodott. Ott azzal fogadták, hogy a művésznő bevonult az öltözőnek elnevezett barakba, ahol a fodrász és maszkírozó mester vették kezelésbe. Próbamaszkot csinálnak. Andai habozás nélkül bekopogott és belépett a kis szobába, amelynek berendezése egy hárem és egy amerikai bár fantasztikus együttesének látszott. Színes kendők, földre szórt sejempárnák, alacsony pufok, tükrök költői rendetlenségben zsúfolódtak egymásra, míg az egyik oldalon a mennyezet magasságáig érő polcpiramison a drága kövek minden színében csillogó báritalok sorakoztak, egy bárpulton pedig express kávéfőző masina és koktélkeverő ezüst henger állt. Gálfi úr, a főrendező gondosan ügyelt arra, hogy mi alatt kint a vérfagyasztó naturalizmussal fényképezte a pusztát, cigányokat, méneseket és villogógatyákat, addig idebent hamisítatlan amerikai hangulat uralkodjon, különösen az italok változatosságát illetőleg. A fodrász és a maszkírozó mester angol volt, és így egy betűt sem értettek abból a jelenetből, amely előttük lejátszódott. Nem értették, hogy miért ugrik fel a primadonna tágra nyílt szemekkel éppen, mikor loknit sütöttek a homlokába, és miért ver gyökeret a belépő andai lába. Még szerencse, hogy a filmvilágában eltöltött évek során minden őrültséget megszoktak már és semmin se lepődtek meg azt sem tartották kizártnak, hogy ez egy drámai jelenet, amelyet az öltözőben próbálnak és igen természetesnek találták, hogy a művésznő ideges mozdulattal kiküldte őket. Ilona Kiáltotta megrendülve Andai és állt, mint akit fejbe kólintott a hihetetlen meglepetés. Adamát Sikoltotta Mary Flori, és most mind a ketten egymásra meredtek az emlékek nagy felviharzásában őszinte és lelkük mélyéig nyúló volt a meghatottság és minden keserűségen túl, amely egykor vállásukat megmérgezte, e pillanatban gyengéden és megindultan kapcsolódtak összeérzésben. Őrület, mondta Andai, hogy éppen itt kell ismét újra találkoznunk. Van ebben valami végzetszerűség. És milyen szép vagy még, Ilona? Te is még a régi hódító vagy, Péter. És az esküvőt, melyet annak idején elfelejtettünk megtartani, most majd egy filmfelvétellel kapcsolatban tartjuk meg. Hiszen tudod, a filmben elveszlek feleségül. Az utolsó jelenetek a magyar főúri esküvő minden pazar szépségét mutatják be. Ez a mi életünk, Péter. Mosolygott kissé keserűen Meri. Az esküvőnk éppen úgy komédiává változott, mint a szerelmünk. Te hagytál el. Igaz, de hiszen nem lett volna értelme, hogy veled maradjak a vidéki színészkedés reménytelen dzsungeljében. Mindegyikünknek kellett a vállás és szabadság, hogy felkapaszkodjunk oda, ahol most vagyunk. És látod, a világ tulajdonképpen semmit sem változott. Ma, húsz esztendő után, éppen úgy kell titkolnunk szerelmünket, mint akkor képzelheted, micsoda botrány pattanna ki, ha megtudnák, hogy mi ketten már egyszer szerepeltünk itt, kútházán. Ezért nagyon vigyáz. Mások jelenlétében én megint elfelejtek magyarul, és te úgy viselkedsz velem, mint a külföldi vendég szokás. Igen, ahogyan parancsolod. És négy szem között. Négy szem között pedig megmondom neked, Péter, hogy a világ legnagyobb csirkefogója vagy. Nem értelek, Ilus. Mond, hát még igazán nem nőtt be a fejed lágya. Pontosan ott kezded, ahol húsz év előtt abba hagytad. Hogy érted ezt? Hogy ugyanabban a kastélyban, ugyanannak az asszonynak, akit akkoriban megszöktettél, most a lányát akarod elbolondítani. Mit beszélsz, Dadokta Andai, Évike? Az én lányom. Nagyon nehéz napom volt ma, Péter. Húsz esztendei könnyelműségem és titkos sírásom után ma végre szemtől szemben álltam bele. Ó, mióta vártam ezt a pillanatot? Húsz év alatt hányszor szerettem volna hozzárohanni, megölelni, szívemhez szorítani. De lehetetlen volt. Balás sohasem engedett volna a gyermek közelébe. De azért valahogyan megtudtam, hogy Czüriben van egy nevelőintézetben. Azonnal odautaztam. Hetekig bolyongtam az intézet körül és lestem, hogyan mennek sétálni. És nem mehettem hozzá. Nem mertem. Hiszen Évi csak két éves volt, mikor eltűntem. Talán elhitették vele, hogy már nem élek, hogy nincs anyja. Nem volt jogom felrázni nyugalmát, megmérgezni az életét. Kimondhatatlanul szenvedtem. Ezekben a hetekben minden bűnömért vezekeltem és most végre a véletlen oldotta meg a találkozást, amelyet magamtól sohasem mertem volna megrendezni. Én ma visszakaptam a lányomat. Péter, ez mindennél nagyobb boldogság számomra. Most még nem merem leleplezni magamat előtte. Előbb azt akarom, hogy nagyon szeressen meg. Majd ha egészen közel fog érezni a szívéhez, akkor fogom csak elárulni neki a nagy titkot. Értlek, Meri. És boldog lehetsz, hogy ilyen lányod van. Mert Évi csak ugyan a legtökéletesebb, legdrágább teremtés, akivel eddig találkoztam. Lelkesedett Andai. De nem a mi világunkba való, Péter. Ez a lány most álomködökben él, elvesztette lába alól a talajt, és én nem engedhetem. De én komolyan szeretem. Tiltakozott Andai. És nagyon kérlek, Ilus, ne állj közénk. Soha nem éreztem még olyan mélyen és komolyan a szerelmet, mint most. Talán csak téged szerettelek így egyszer. És lehet, hogy én ezt a szerelmet kutattam azóta is egész életemben. Ennek a folytatását. Nem véletlen, hogy éppen a te keltette fel bennem új életre. A te szépséged és bájaid örököse. Az asszony nem vitatkozott. Ismerte ezt a szenvedélyes, féktelen és önző férfit, aki kíméletlenül tudott célja felé törni. Reszketve gondolt arra, hogy a legkisebb botrány örökre megmérgezheti évi életét. Egyszer a távol múltban már súlyos hűtlenséget követett el gyermekével szemben. Isten őrizze, hogy ezt egy újabbal tetézze néki csak egy kötelessége lehet megóvni és biztosítani évi boldogságát. És ezt feltétlenül ki fogja verekedni. Hetedik fejezet Négy nappal utóbb Gáfi főrendező úr éleset fújt sípjába és ünnepélyesen bejelentette. A külső felvételeket befejeztük. Holnap visszamegyünk Budapestre. Harsány éjenzés. Árkosi úrnak kő esett le a szívéről. A külső felvételek minden napja húsz ezer pengőjébe került. Örömmel nézte a nagy kavarodást, amely körülötte támadt. A munkások, díszletezők a főrendező személyes vezérletével szekereken robogtak a szűcs kastélyba, ahol lampionokat aggattak a fák közé húzott vékony drótokra, virággirlandokat szegeztek a kastély homlokzatára, óriási reflektorokat helyeztek el a virágágyak között és bejelentették, hogy este búcsúban bankettet tartanak a jól sikerült munka örömére. Holnaptól kezdve csak a téjed leszek. Szavalta Andai Évikének. Szép lesz, nagyon szép lesz. Újjongott Évi. De én csak a délutáni vonattal megyek utánatok. Miért rabolnál meg akár csak néhány órától is? Van bőven hely az autónkban. És arra nem gondolsz, hogy mit mondanának az emberek? Mit törődsz azzal? Nem, nem akarom, hogy olyan látszata legyen a dolognak, mintha megszöktettél volna. Mond, Pesten még hány napig tartanak a felvételek? Körülbelül két hétig. Évike arca elborult. Sok, mondotta halkan. Miért? Hiszen azért naponta találkozhatunk. Igen, de nem csak velem. Hogy érted ezt? kérdezte megütődve Andai. Meriflori is ott lesz. Andai meghökkenve nézett Évire. Féltékeny vagy rá. Évi elpirult. Tudom, hogy ez ostobaság. De tegnap, mikor az esküvői felvonulást játszottátok, és ahogyan megölelted a kápolna kapujában, ahogyan ránéztél, én sírva fakadtam. Játék volt, szívem. Több volt annál. Túlságosan átérezted. És Meri nagyon szép. Szebb, mint én. Bolondokat beszélsz. Ne haragudj, Péter, talán csak ugyan butákat beszélek, de én úgy érzem, hogy mióta itt van valami zavartság van a viselkedésedben, szórakozottabb vagy. Képzelőc. Meri lépett a szobába. Évi kém, mondotta, a fiatal barátot keres. Évi nagyon tapintatlannak találta ezt a megjegyzést. Nem érdekel. Mondotta durcásan. Ugyan ne légy már hozzá ilyen rossz. Nagyon derék fiú és szinte sugárzik arcáról az imádat. Évi kérő pillantást vetett Andaira. Ne haragudj! Le kell ráznom valahogyan. És kisietett a szobából. Gyuri a tornácon ült. Izgatottan és türelmetlenül gyűertéje kezében a kalapját. Mikor Évit meglátta, felugrott és széles mosolyjal sietett eléje. Drága! Milyen boldog vagyok! Hallom, hogy holnap elmegy ez a banda! Mond, igaz ez? Igaz? Hála az égnek! Meglátod, ha visszatérnek a józan, csendes napok, megint olyan zavartalan pajtárságban fogunk élni, mint az előtt. Gyuri, én nem tudok hazudni! Meg kell őszintén mondanom neked valamit! Micsodát! Én Andai felesége leszek! Gyuri elsápadt. Nem! Ez lehetetlen! Nem szabad haragudnod! Hidd el, igazán szeretlek! A legkedvesebb, legjobb barátom vagy! Ezek csak szavak! Azt hiszed, el lehet velük intézni egy életet! Andai már a nők százait szerette! Én csak téged! ő ezer felé forgácsolta szét az érzéseit. Én mindent, ami bennem jó és szép, neked gyűjtöttem. Hogyan szeretheted jobban, mint engem? Nem tudom. Az eszem azt mondja, hogy csak ugyan te vagy a különb, de van valami, ami erősebb nálam és feléje húz. De én nem engedlek! Kiáltotta vadul Gyuri. És mielőtt Évi megakadályozhatta volna, az ajtóhoz ugrott, felrántotta és egyenesen a meglepet Andai elé ugrott. Uram! Kiáltotta magánkívül. Vegye tudomásul, hogy szülcsévi kisasszony a mennyasszonyom. Ön idejött, és mint egy briganti el akarja rabolni tőlem. Ne próbálja ezt, mert én magát a puszta öklömmel leütöm, mint egy kutyát. Andai halásápat volt most egyáltalában nem festett olyan délcegen és legyőzhetetlen férfiasságban, mint amikor huszárkapitányi egyenruhában lovagolt a felvevő gép előtt. Önkéntelenül hátrált. Kikérem magamnak. Dadokta. Mit kér ki? Ordította Gyuri. Takarodjon innen. Hordja el magát kútházáról, amelyet sikerült megfertőznie. Maga aljas komédiás megérteni sem tudja, hogy van olyan szűzi tisztaság, amely szent. Meri minden rémületén keresztül is felvillant az elragadtatás. Micsoda tökéletes férfi Gyuri! Ha őt védte volna valaki így húsz esztendő előtt. Ez a fiú boldoggá fogja tenni Évit. Andai közben kissé magához tért. Érezte, hogy meg kell védenie férfiasságának töretlen nimbuszát a két nő előtt, akiknek életében olyan döntő szerepet játszott. Most már elég volt. Kiáltotta. A hölgyekre való tekintettel tűrtőztetem magamat, de ne akarja, hogy megfenyítsem, fiatalember. Te engem? Harsogta Gyuri, és mint egy dühött bika, egyetlen ugrással nekirontott Andainak. Andai, noha jóval idősebb volt, a kisportolt férfi ruganyos izmaival fogadta ezt a támadást. Borzalmas közelharc keletkezett. Fújtak, ziháltak a tüdők, kegyetlenül zuhogtak az ökölcsapások. Évi halálos rémülettel nézte a pillanatok alatt kirobbant vad küzdelmet, de minden ijedelmén keresztül is az ősasszony örök nőiességével élvezte a miatta folyó harcot. De ez csak villanásszerű rövid ideig tartott. Akkor magánkívül vetette magát a megvadult férfiak közé. Elég! megőrültek! a két férfi elbocsátotta egymást. Gyűlöködve nézték egymást végig. Mindkettőnek véres és dagat volt az arca. Remélem, tisztában van azzal, hogy ezzel még nem zártuk le az ügyet? kérdezte fenyegetően Gyuri menjen a fenébe! Mordult rá durván Andai. Kérlek, kérlek, téri eszedre! Esdekeltévi, Évi, miközben igyekezett Gyurit kifelé tuszkolni. Ugyanakkor Meri Andai karjába kapaszkodott. Elég volt, Péter! Ilyen arccal akarod holnap a felvételeket folytatni. Menj a szobádba és raki magadra hideg borogatásokat. Évi tele volt félelemmel és remegő aggodalommal, mikor Gyuri távozott. Csak most ismerte fel teljes nagyságában a fenyegető veszedelmet. Gyuri visszatér, ez egész bizonyos. És akkor végzetes szerencsétlenség történik. Ezt kell mindenáron megakadályozni. De hogyan? Évi túlságosan fiatal és tapasztalatlan volt, semhogy egyedül meg tudta volna oldani a bonyolult helyzetet egy gyengét kéz érintését érezte. Nagyon felizgattad magad, kislányom? Kérdezte Meri, aki utána lopódott. Éva sírva fakadt. Hát nem borzasztó ez. Úgy szeretném mind a kettőt kibékíteni. Hiszen én sajnálom Gyurit. Őt sajnálod és Andait szereted. Ugye, így van? Igen. Ó, Merikém, segíts rajtam! Ez az őrült Gyuri képes golyót röpíteni Péterbe és belém is. Egy percig sincsen biztonságban az életünk. Meg kell szöknünk előle. Megszökni? Kérdezte riadtam Meri. És hideg borzongás futott végig rajta. Lehetséges ez? Így ismétli meg magát az élet. Évi kém. Mondotta csendesen. Ezt nem szabad megtenned. Valamikor én éppen ilyen dacosan és elszántan mondtam ki ezt a szót. És meg is tettem. Rettentő árat fizettem érte. De hiszen szép vagy, gazdag, ünnepelnek. Mit várhattál még a sorstól? Hogy megölelhessek, nagyon szereteszek és együtt élhessek valakivel, akitől éppen a szökésem miatt kellett elszakadnom. Kitől szöktél meg? Egy férfitől, aki nagyon szeretett. Aki a megtestesült jóság és becsület volt. Éppen olyan, mint a te Gyurid. És aki megszöktetett, az éppen olyan forró viharzással jött elém, mint most te, Eléd Andai. És te vele mentél? Igen. De látod, az én életem más volt, mint a tied. Én a városból indultam el. Színi növendék voltam engem mindig ez a csillogó, hazug, könnyes mosolygós élet vonzott. Te azonban a falu becsületes levegőjében nőttél fel. Te nem élnéd túl, ha a nagy lángolások néhány hónapja után ráeszmélnél arra, hogy csak egy szerepet játszottál. Egy szerepet, amely véget ért és nincs tovább. Mert ez lenne a sorsod andai mellett. Miért mondod ezt? Kérdezte hevesen Évi én biztosan tudom, hogy Andai nagyon szeret engem. Ez kétségtelen. Csak az a kérdés, hogy ez meddig tart. Mert a sírik tartó, nagy szerelemre éppen úgy születni kell, kicsikém, mint ahogyan művésznek születik az ember. Egészen kevesen vannak, akik a nagy érzést ebben a tökéletességében ismerik meg. A legtöbb embernél csak hangulat, múló szenvedély andai művész ember, akinek sok színre, kalandra van szüksége, hogy megtartsa örök fiatalságát. Nála a szerelem olyan serkentő orvosság, mint a gyengülő szívű embernek a kofein. Szörnyűségeket mondasz, mondta Évi, és a hangja szinte ellenségesen hangzott. Meri szomorúan mosolygott. Tudom, hogy most haragszol rám. A szerelmesek gyűlölik azokat, akik más véleményen vannak, mint ők és nincs a világon olyan meggyőző érvelés, amelyel ki lehetne őket józanítani. Bocsáss meg, mondotta Évi, be kell néznem Andaihoz. Meg kell vigasztalnom, gondolhatod, milyen lelki állapotban lehet. Drágám! Mondotta Évi, mikor Andai szobájába sietett és hozzáfutva, szelesen megcsókolta. Vigyázz! Sziszent fel a férfi és arcához kapott. Látod, hogy az a vadállat felhasította bőrömet. Komiszol fáj. Olyan volt, mint egy elkényeztetett gyermek. Szeszélyes, durcás, mogorva. Furcsa ízlésed van. Támadt évire. Ilyen alakkal barátkoztál. Kérlek a féltékeny. Meg kell őt értened. Nem örülsz, hogy miattad szakítok vele. Azt hiszed, olyan nagyon könnyű ez talán a szíved szakad meg egy ilyen parasztért. Azért nem érdemli meg, hogy így beszélj róla. Lehúzta a bőrt az arcomról, és te védőbeszédet tartasz mellette. Évi megdöbbenve nézett Andaira. Mit jelent ez? Micsoda hang ez? Úgy megrémült, hogy sírni kezdett. Mi ez? Miért sírsz, kérlek? Kérdezte idegesen a férfi talán mert véleményt mertem mondani a barátodról. Elvégre igazán nem lehetek elragadtatva tőle. És mérgesen arcára tette a hidegvizes borogatást. Haragszol rám. Bőgte keservesen évi. Nem haragszom, de nem kívánhatod, hogy túlságosan szerelmes hangulatban legyek, amikor úgy ég az arcom, hogy majdnem megőrülök. Ezt érdemlem tőled, amikor éppen most akartam veled megbeszélni, hogy szökjünk meg kettesben az éjszaka. Megszökni? Ámult el Andai, és még a borogatást is lekapta meglepetésében. Miért kellene nekünk szökni? Mert Gyuri a legnagyobb őrültségekre is képes. Ha reggel elutazol, nincsen biztonságban az életed. Meg vagyok győződve, hogy már hajnalban lesben fog állni szólni kell a csendőrségnek. Vagy van itt elég munkás és statiszta. Elég jó testőrség lesz számomra. És azzal nem törődsz, hogy mi lesz velem, ha itt maradok egyedül. Az Isten szerelmére, kiáltotta Andai, ne idegesíts. Látod, hogy majdnem a bőrömből ugrom ki. Lehet, hogy vérmérgezést kapok. A fiatalember körmei nem látszottak túlságosan tisztáknak. És mi lesz velem, ha örökre eltorzult az arcom? Ha megmaradnak az úzódások nyomai? Vagy forradásos lesz a szemem alja? Erre a veszedelemre persze nem gondolsz, mert ez csak az én bőrömre megy. Így beszélsz velem! szörnyett Elévi! drágám, mondta kínzottan Andai, ne még te is! hiszen változatlanul imádlak. De lásd be, nem vagyok beszámítható állapotban. Ha az embert félig agyonveri egy őrjöngő és a halál menekül, nem lehet turbékoló galamb. Jaj, de komiszul fáj. Orvost kell hívatni. E pillanatban lépett bemeri. Egy tálcán mindenféle orvosságos üveget hozott. Egy kis jódot és étert hoztam, meg egy fájdalomcsillapító port mondotta a világ legtermészetesebb hangján. Az úti táskámban mindig van egy tökéletes kis patika. No, mutasd szépen, hol fáj? Megnézem, hogy nincs-e szükség orvosi beavatkozásra. Isten őriz, hogy nyoma maradjon valahol. És mint egy gyakorlott ápolónő, óvatosan lemosta a vért andai arcáról, a sebet jóddal fertőtlenítette. Andai olyan jámbor megadással tűrte, és olyan hálásan nézett Merire, mint egy gyámoltalan kisdiák. Évi féltékeny düvel nézte Meri szorgoskodását. Azután hirtelen elhatározással odalépett, és kivette kezéből az éteres vattát. Majd én lemosom. Mondotta. Nem, nem tiltakozott Andai. Hadd csak, kérlek, Merit. Neki nagyobb gyakorlata van ilyenekben. Kérlek! Mondta sápatta Névi. Nem is akarok tovább alkalmatlankodni. És mélységes megbántódással kisietett a szobából. Meri utána akart sietni, de Andai ilyetten tartotta vissza. Kérlek, maradj! Csak nem akarod, hogy vérmérgezést kapjak, vagy eltorzuljak egy kis butalány érzékenykedése miatt. Nyolcadik fejezet Évi kábultan, felzaklatva ült le a teraszon az egyik nádból font karosszékre. Nagyon boldogtalan volt. Ismeretlen rémület rohamozta meg kis szívét. Képtelen volt megérteni az eseményket. Ki ez a két ember tulajdonképpen, akit a sors útjába sodort és akik fenekestül felforgatták nyugalmát? akik olyan édesség mákonyával bódították el lelkét, hogy napokig azt hitte, ő a föld legboldogabb embere. És most egyszerre, szinte pillanatok alatt kiderült, hogy becsapták. Mennyi rajongást vitt Meri elé. Soha senkit nem szeretett meg annyira első látásra, mint ezt a gyönyörű asszonyt. Forróság öntötte el szívét, úgy érezte, hogy gazdagabb lett az élete ezzel a barátsággal terveket szőttek, hogy ezentúl az év néhány hónapját mindig együtt fogják tölteni. Ez több volt, mint barátság. Az ilyen érzések gyökerei a lélek legmélyebb rejtekébe nyúlnak, ősi ösztön és benső kényszer sarjasztják ki. És ez a nő lett a vetétársa. Az érett asszony ravasságával és biztos fölényével nyúlt a férfi után, akit ő szeretett. És Andai, Évi végig simította égő homlokát. Lehet egy férfiben ennyire csalódni. Milyen ideges, szinte durva hangon támadt rá, mert egy kicsit megvérezték az arcát. Évi úgy érezte, hogy ő még akkor is kedvesen és mosolyogva szólt volna Andaihoz, ha százszorta nagyobb kínokat kellett volna elszenvednie. Mit várhat ezek után tőle? Micsoda féri lesz belőle? hiszen lehet, hogy Meri csak ugyan sokkal ügyesebben tudja betapasztani a karmolásokat, mint ő, de hát számít az ügyesség. Nem milliószor fontosabb, hogy annak a keze érintse a sebünket, akit szeretünk. Csak a legféktelenebb önzés és önimádat tudja elfolytani a szerelmet, hogy inkább egy közömbös, de ügyes nővel ápoltatja magát, mint a menyasszonnyal. Közömbös nővel. Évi megdöbbent, mikor erre gondolt hát ha nem is annyira közömbös Meri mint ő gondolta. És megint maga előtt látta a film befejező jelenetét, amelynek felvételét végignézte. Amint a díszes esküvői ruhába öltözött fiatal pár ott állt a kápolna ajtajában. A napfény szinte glóriásan éppen rájuk hult és ott álltak egymást átölelve, egymásra mosolyogva, szemükben végtelen elragadtatás örömtüze fény lett, és azután lassan egymáshoz tapadt az ajkuk. Végtelen hosszú, forró csók volt ez. Évi trémület fogta el. Alig tudott magához térni. Érezte, hogy ez több, mint játék. Látta Mary arcán a valódi megindulást és andai is percekig alig tudott megszólalni, annyira felizgatta a játék. De akkor Évi még azzal vigasztalta magát, hogy művészi átélés. Semmi több. Most azonban már tudta, hogy mégiscsak több volt. Valami titka lehet ennek a két embernek. Évi egészen bizonyos volt abban, hogy nem most találkoztak először száz apróságra emlékezett hirtelen vissza, melyek mind azt látszottak bizonyítani, hogy Andai és Meri már sokkal régebben ismerik egymást. És hogy a múltba vesző ködökben nagyon szorosan keresztezhette egymást életük útja. Évi úgy érezte, hogy megfullad. Túlságosan megrázta a felismerés. A teraszon mozgolódni kezdett a cselédség. Az estét készítették elő. A kertben próbavilágításokat rendeztek és a lampionokat akasztották föl. Évi fölállt. Magányra volt szüksége. Át kellett gondolnia, hogyan menekülhet ebből a rászakadt zűrzavarból. Lassú léptekkel elindult az erdő felé vezető úton. Angyal vagy? Lelkesedett Andai. Már egyáltalában nem érzek fájdalmat. Bűvös ujjaid vannak. Hiába, egész életemben éreztem, hogy nincs még egy hozzád hasonló tökéletes asszony. Ami azonban nem akadályozott meg abban, hogy ne csaj meg a kevésbé tökéletesekkel. Nem is tudod, milyen izgalomba jöttem, mikor most újra viszont láttalak. Egyszerre megrohantak az emlékek. És rájöttem, hogy én soha senkivel nem voltam boldog, csak veled. Az alatt az egy év alatt, amíg együtt éltünk, Meri sóhajtott. Ne légy érzelmes, Péter. Legyünk őszinték. Komisz önző ember voltál akkor is, aki már három hónap után megcsaltál. Igaz, de mégis szerettelek. Én ezt nem tudom megmagyarázni, de mégis így van. És azóta sok év múlt el. Ma már egészen más ritmusban kering a vérem, és sokkal jobban meg tudnék becsülni egy ilyen tökéletes nőt éppen olyan bolond vagy, mint voltál. Hát nem bolondság, hogy Évit akarod feleségül venni. Hiszen jó formán el sem jegyezted és már is összevesztél vele az előbb. Szegény, majd a szívem szakadt meg, mikor láttam, hogy alig tudja visszafolytani a könnyeit. Ezt én nem tűröm, Péter. Engem boldogtalanná tettél egyszer. De most a lányomról van szó. Ő nem olyan ruganyos, mint én. Nem tudná olyan könnyen kiheverni a csalódást. Neked el kell tűnnöd az életéből, Péter. Andai komoran nézett maga elé. Talán igazad van, Meri. Mondotta lassan. Mióta újra találkoztunk, egészen meg vagyok zavarodva. És lehet, hogy tulajdonképpen csak azért szerettem megévit, mert a te folytatásod. Megdöbbentem, mikor megláttam a kastély kapujában. Terád emlékeztetett, s én tudat alatt húsz év óta egyre csak téged kutatlak. Meri különösen mosolygott. És mit szólnál, ha azt mondanám, hogy én meg Terád vártam, Péter? Több ez, mint véletlen, hogy húsz év után ugyanott találkozunk, ahonnan egykor elindultunk. És ahonnan most újra, de sokkal tovább tartó útra indulunk el. Kérdezte izgatottan, remegő hangon a férfi: Igen, ha akarod! mosolygott fel rá az asszony Szerelmem! drágám! mondotta a fellobbanó lelkesedés túláradásában Andai, és karjába szorította Merit. Hosszú volt a csók. Talán még hosszabb, mint amilyent a felvevőgép előtt váltottak a befejező jelenetben. És amikor végre kibontakoztak, Andai már tisztában volt azzal, hogy ez a csók minden előbbi érvénytelenít. És most mi lesz Évivel? Kérdezte sötét bűnbánattal. Meri mosolygott. Ne aggódj miatta. Vissza fog térni Gyurihoz. Mindenről alaposan értesülve vagyok, te csak a csoda, a nagy meglepetés voltál életedben, de Gyuri a szolid, a megbízható, a sírik tartó szerelem. És most gyorsan pakolj. Sietnünk kell. Hová? Kérdezte ámulva Andai. Természetesen megszökünk. Hiszen neked már gyakorlatod van abban, hogy kell engem ebből a kastélyból megszöktetni. Az előbb kint voltam vízért. Mondták, hogy Évi sétálni ment szegény kislányom, a fejét szellőzteti. Nem szabad bennünket itt találnia, mire visszajön. Andai szeme felcsillant. Az öregedő komédiás szinte újra élett. Micsoda nagyszerű dolog. Még egyszer végigélheti fiatalságának legizgalmasabb kalandját. Énekelve, vidáman rohant szobájába csomagolni. Meri pedig, mikor magára maradt, egyszerre nagyon komoly lett. Szemében köncsillogott. Azután íróasztalhoz ült és levelet írt. Imádott kislányom! Engedd, hogy így szólítsalak! Úgy szeretnélek most átölelni és megértetni veled, hogy nem csaltalak meg, és hogy én most nem rosszat cselekszem veled, hanem ellenkezőleg a boldogságodat próbálom menteni. Andai velem jön, és te szépen vissza fogsz térni Gyurihoz ne vádolj két színűséggel és ne gondolj rám gyűlölködve, mert soha senki nem szeretett téged jobban, mint én. Nem örökre búcsúzom. Mert mi ketten többé nem válhatunk el. Csak éppen most kell egy kis időre elszakadnunk. Éppen csak addig, ameddig felismered és megérted mindannak igazságát, amit most neked üzenek. S akkor majd újra jelentkezem. Nyugodtan és boldogan várom ezt a viszontlátást, mert előre tudom, hogy megbékülten és szeretettel fogsz karjaidba bazárni. És akkor soha többé nem válunk el. Melletted leszek, és egyetlen célom az lesz, hogy a te boldogságodra őrködjek. Nem magyarázhatok többet. De ha szívedhez szorítod ezt a levelet, akkor meg fogod érteni azt is, amit nem írtam be, hanem csak éreztem, miközben a sorokat a papírra vetettem és könnyeim végig folytak az arcomon. Nagyon szeretlek imádott, édes kislányom, drága évikém és ugye, te sem gyűlölöd a te kis. Mamádat. Gyorsan borítékba zárta a levelet, becsengette a szobalányt és megparancsolta, hogy ha Évi hazajön, azonnal kézbesítse neki. Néhány perccel utóbb az autó teljes sebességgel robogott Pest felé. A kocsiban szoros átölelkezésben ült Andai és Meri. Évit egyáltalában nem csillapította le a séta és egy lépéssel sem jutott közelebb az őt körülvevő rejtély megoldásának kulcsához. Ideges volt és ingerült. Elhatározta, hogy erélyesebb lesz. Felelősségre vonja Andait és Merinek is megmondja a véleményét. Felpuskaporozva érkezett haza. Ott azután elképesztő meglepetés várta. Andai és Meri hirtelen elutaztak. A többiek is pakolnak. Elmarad az esti ünnepé. Egy óra múlva nem lesz itt senki. Évit ájulás környékezte. Egy oszlopnak támaszkodott. A lába remegett. A szobalány átadta Meri levelét. Évi első gondolata az volt, hogy el sem olvassa, hanem tépi. De azután meggondolta magát. Kíváncsi volt, micsoda mentséget, magyarázatot találhatott a példátlan orvtámadásra. És elolvasta a levelet. Elolvasta és egyszerre, mintha minden megvilágosodott és új értelmet nyert volna. A szíve a torkáig dobolt, forró vérhullám öntötte els ebben a szédületben régi suttogva mondott mendemondák, plegykák elevenettek meg előtte egy asszonyról, az ő édesanyjáról, aki két éves korában elhagyta őt. Anyuskám! Mondotta olyan halkan, hogy a szája meg sem rebbent, csak úgy lehelte, mint egy imádságot. Olyan gyenge, meghatódott volt, hogy mozdulni is alig tudott. De ez alig tartott néhány másodpercig. Akkor friss erővel szinte kedvel rázódott fel. Mint aki körül hirtelen eloszlott a folytogató köd és egyszerre napfény süt rá minden oldalról. A szobába sietett és körülnézett. Az asztalon még ott állt a jódos és éteres üveg, mellettük avatta. Évi felkapta az egészet és kirohant ment, futott egyenesen gyurka portája felé. És azután mosolygós durcássággal tette le orvosságait a meglepett és örömtől sugárzó fiú asztalára. Eljöttem, te dörmögő medve, hogy meggyógyítsalak. Nem szégyelled magad. Szabad így viselkedni egy kislányjal, aki szeret téged. Gyuri már nem is csodálkozott. Nem is kért magyarázatot csak nagy alázatosan oda nyújtotta arcát Évinek, hogy borogassa éterrel. És nem sziszent fel, mikor Évi borogatás helyett megcsókolta. Ellenkezőleg úgy érezte, hogy ez a legkülönb orvosság, melyet valaha beteg számára kitaláltak. Vége